Hello, hello, sziasztok pacsi, sziasztok fiúk, lányok. Nézzétek el nekem, nem nagyon gyakran szoktam videót készíteni, a minőségért előre elnézést kérnék, és egy új sorozatot szeretnék elindítani, remélem, hogy elnyeri tetszéseteket. Egy ilyen szóló, duó, nagy klános bézeket szeretnék bemutatni, hát ha valamelyik megtetszik és használnátok. Így elsődlegesen, így első részben szeretnék rávetíteni főként a apróbb hibákért, mivel elég sokkal szoktam találkozni így a szervereken. És ja, vágjunk is bele. Hát a első, amit szóvá tennék, az a kezdőbéz. Mikor egy személy vagy többen így elkezdenek így építeni, és nem böki ki a szemüket, hogy ez nem jó, figyelj már, ez így nem lesz jó. És én erről beszélnék, hogy igen, így hagyják elég sokan az ajtót. Nem hinnétek el, de nagyon sokan. És igen, elég hamar be lehet ütni. Na itt is tartanánk, már mindjárt bent is vagyunk, és tegyük fel itt a loot. S a többi bagek, meg tököm tudja micsoda, minden, és bent vannak a viszik a lootot. Ennyi volt. De ezt eléggé lehet orvosolni, ha így teszitek le, mivel így nagyon sok ütés lenne, maximum ha beégetik, akkor bejutnak, de másképp nem. Ja meg, mikor elkezditek, nyilván nincs fémetek, annyi, mint kellene, vasajtó, kódlok, tököm tudja, akkor zárt használtok. Ne vegye senki magára, ez csak egy ilyen célzás, hogy ezt ne kövessék el. És a kulcsot, azt általában nagyon szeretik a emberek a ház mellé ásni, hogy ott nem fogják megtalálni. A leggyakoribb az a lépcső alatt szokott lenni. Jó, itt most kivételesen víz van, azért nem bírom oda tenni, de egyébként be lehet. Vagy a foundation alá, vagy tököm tudja. Ja, a víz miatt nem bírom ide tenni, de tudjátok mire gondolok, mikor így a ház mellé így leteszi, és így azt hiszi, így el van intézve. Ez tévedés. Én amit meglátom, hogy zár van az ajtón, már egyből nézem a ház mellett, hogy hol a kulcs, hol a kulcs. És ahogy mászkálok, a jó madár. Most mi? És megvan. Jó, most én tudtam, hogy itt van, de értitek. Ja, a másik. Ez a szekrény, azaz kabord, azt a célt adja, hogy levédje azt a területet, ahol éppenséggel te le akarod foglalni. Úgymond
kijelölöd magadnak a területet. Szóval, ha én ezt leteszem így a házba, ez az én területem lesz. Senki másé. Nekem le nem rombold ezt nekem, meg egyszi megfejellek. Na. És... kizárólag csak a barátaitoknak adjátok meg. Get wrecked. Yeah. És... igen. Ja. A másik. Mikor leszpannoltok, lootoltok meg, zsákmányt szereztek meg, tököm tudja micsoda, akkor tudtok találni ilyen tonhal meg babkonzervet. Ha ezeket megeszitek, akkor ki tudjátok égetni. És azt hiszem a babkonzervért kapunk 15 fémet darabonként, és 10-et a tonhal konzervért, ha kiégetitek. Szóval ebből gyűjtögettek egy párat, már egyből van egy kódlokkotok. Ettől megszabadultok, és mehet rá a kódlokk, az adios, ennyi volt. Lényegében én erre szerettem volna rávetíteni. Látjátok? Hoppa fém. Ja hát, és a másik. A falak, amit előbb mutattam, itt elég jó damage-elődik, mivel a érdes része kell, hogy kint legyen. Ez a rész. A kőné szintúgy, a fémné, és a high-quality-né. Igaz, hogy 500 HP-ja van, de így 2-3-4-en nekiálltok ütni, 7 csákány kell összesen, és már meg is van a 500. Hamar megvan. Jó, én kicsit csalok, de hamar megvan. Higgyétek el nekem. Itt. Látjátok? Csak úgy megy a HP. Megy a HP. Szint ugye a metálnál 2 ütés, 1 HP. Szóval 1500 HP. Az 21 csákány. Ez itt 21 csákány, és bent is vagyunk. 21 csákány. És a Hyculity-nél is 2 ütés, 1 HP, szóval 2000 ütés, 28 csákány, és 50 HQ elment a fenébe körülbelül. Mert ki ne ütné le ezt, ha van ideje, meg türelme, meg elég nyersanyaga, hogy le tudja csapni, mert 3 C4-et biztos, hogy nem fog rádobni. Ja, meg a másik. Azt elhiszem, hogy szerettek teraszt építeni, de... ezeken beszoktam amúgy sírni, hogy megépítök tök faszántosan a házikót, meg minden. Kabord, meg anyám kutyúkja. Na mindegy, itt van egy kabord, tegyük fel. Jó? Levédtem, mert ezek a patkányok itt össze-vissza rombológatnak, meg tököm tudja. Elhiszem, hogy szép, meg minden egy ilyen terasz, de... tényleg, srácok, ha már építetek egy teraszt, akkor magasabban tegyétek, mert ez gáz. Most én így megépítem, általában én így szoktam látni, hogy ez így tök faszántos, meg minden. Meg jól néz ki. Elhiszem, hogy jól néz ki meg minden, de... jó. Szikla közelébe sose építsétek. Most megcsinálták azt, hogy a double boostónak, az a dupla vagy a négyes boostot csinál a ember, akkor kikresse.
Ez ilyen személyes tapasztalat, nem tudom, hogy mindenkinél, de nálam az olyan hódziher, hogy mint a élet. De igen. De ha már ilyet csináltok, várjátok, akkor ne egy szikla közelébe, mert be tudnak ugrani. Értitek? És már bent vagyok. És már ugrok be a... jó. Kivételesen nincs jumpscare, tudjátok. Na. Bent vagyunk, és... viszem a lootot. Vagy még jobb, elfoglalom a házat. Kiütöm a beget, és enyém a ház. Jó, egy ajtót ki kell ütni, de hát fából van a keret. Jó, még egy kőt is ki lehet simán csapkodni, de egyszerű, mint a pofon. Úgyhogy, ja. Vigyázzatok oda, hogy miként és hogyan építkeztek, mert elég sok hibát el lehet véteni. Ja, és volt, aki megkérdezte, hogy kell építeni meg hasonló dolgok. Elsőként kell így megnyomjátok a tabot, papír, megvan a papír, építési terv, itt egy lesz egy kalapács, abból is csinálsz egyet, és így. Építetek egy. Ajánlom az egyszer egyest elsőnek, mert ha csak nem többen vagytok, mert eléggé, hogy is fogalmazzam, vanillán nincs nagyon sok esélyed, mert eléggé valószínű, hogy találkozol valakivel, vagy te fogsz nyerni, vagy ő. És én nem szeretem a véletlenre bízni a dolgot, úgyhogy én amint tudok, leteszek egy egyszer egyes házat, be egy kabordot. Le egy dobozt. Meg kemencét, meg beget, meg minden szép jót, ami kell. Hol van? Baszki. Nem adta oda a kemencét. Na, itt van. Melyik campfire meg? Minden szép jót. Kár. De még odafér egy. Azért is. Na. Kőre meg. Maximum ez fára, ha szeretnétek fölfele haladni, tudjátok, hogy kiütitek, és akkor már tiétek az egész. De viszont... még arra kell figyelnetek, hogy mikor egy ajtótok van, levárhatnak, mikor kinyitjátok az ajtót, és lelőnek, bent van a lootba, szétszedi a baget, meg tököm tudja, és viszi a lootot. És ennyi volt. Úgyhogy törekedjetek minél gyorsabban arra, hogy vagy egy háromszög, még egy ajtót tegyetek le, vagy egy négyzetet, ahogy akarjátok, szívetek jogotok. Én nem szólok bele, de ajánlom, hogy még egy ajtót. Csak a biztonság kérdés, mert ha itt levár,
bent van, és nem, vagyis ez még csukva van, szóval nem jut tovább. Így értitek, mire gondolok, remélem. De ha esetleg tényleg lelőne, adjátok inkább oda a cuccot, nehogy kinyissátok a következőt is, mert akkor már tényleg le fog lőni, mert most egy nakedba leszpannolsz, és már rögtön jönnék ki, ő már biztos itt bent ül, hogy hát ha kinyitod, csak azért is, hogy hát ha kinyitod, lelő, és ennyi volt. Szóval, ja. Figyeljetek oda. Lényegében ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem tudom, talán elég sok érdekes ház szokott itt lenni, megmutatok egy-kettőt. Nagyon jól nézett ki. Ez is tök jó, ilyen solo duós base. Itt Dessingre nagyon jól néz ki. Igaz, hogy 2x2-es, még ráhúzol egy honey-t. Aztán már dupla annyi. Értitek? Szóval mindent meg lehet erősíteni. Na, ez jó pofán néz ki. De jó van kivetítve. Hopp, egy kis lag, nem szóltam. Ja. Három kemenc. Ja, tényleg, meg erre légy szíves. Mikor leteszitek a nagy kemencét, hagyjatok ki helyet. Mert, na, inkább legalább ilyen messze tegyétek, mert ha én is raidelek, ha már ketten vagyunk, akkor oda feldob, haver. Ide feldob. Már fönt vagyok. Ide küldök még 4 rakétát, és már ott vagyok a második, harmadik szinten, mert még egy ember följön, szóval 3-an vagyunk, és már fönt vagyok a 1-2, harmadik szinten, úgyhogy 3 ember. Szóval ne tegyétek a nagy kemencét közel a házhoz, sose. Ja, ez is jó pufa. De nagy ez a szék. Ja, a loot szoba, spawn, szekrény, stb. Ah, jó pofa. Jó pofa. Még ráhúzott egy ilyen külső honeycombot. Jaja. Jó kis stack. Jó néz ki. Jó lett. Szóval, ja. Vannak jó házak is. Meg innen is el lehet amúgy nézni jó házakat. Sandbox. Ezt beírjátok, itt tudtok adolgatni, meg mindent, embertőt, rakétát. Azt hiszem, hogy szuplit nem mer, azzal elég sokan szoktak szórakozni. Ja, nem ad szuplit, mert szeretnek szórakozni a népek. Az is. Na még ezt megnézzük. Atya úristen, mit van mi? A Jurassic Parkban az a kobrafejes, köpködő, nem tudom micsoda. Nagyon komoly. Ó, hol vagyok? El is veszek, nézzétek meg. Ez micsoda? De durva. Még kinéző. Jó pofa. Jaj, rakéta álló base. De durva. Kabord van? Nincs. Aha. Ja, és ráadásul így megemelte, hogy ha valami balhé van, leugrik, 0 HP-t damage-elődik, kiugrik, és már jön hátba darálni, és pusztul a nép. Na, örültem, hogy itt voltatok, ha tetszett, csapjatok lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!